Hát itt van egy boldog képviselő, Molnár Csaba. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt mondta az imént Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezető helyettese, a DK képviselői független képviselőként nagyon nagy és szinte majdhogy nem jobb helyzetben vannak, mint hogyha a Demokratikus Koalíció pártja frakciót alakíthatna, hiszen ott a frakció szabályok lennének érvényesek, itt pedig egyéni képviselőként, független képviselőként ki élheti a maga életét a parlamentben. Sarkítottam és egyszerűsítettem az elhangzottakat. Tehát tulajdonképpen jobban járnak így, ha nincs frakciójuk. Hát megdöbbentő, amit mond, én nem hallottam képviselő nyilatkozatát, mert éppen most érkeztem a stúdióba. Tehát, hogyha ez így lenne, akkor nyilván neki is az lenne a legjobb, ha kilépne a Fidesz frakcióból, és önmaga tudna független országgyűlési képviselőként dolgozni. Egyáltalán nincs így. A jelenlegi házszabály szerint nagyon sok olyan jogosítványa van a frakcióknak az országgyűlésben, amik az egyéni független országgyűlési képviselőket nem illetik, meg engedje meg, hogy mondjak néhányat. Például mi független országgyűlési képviselőként nem mondhatunk az országgyűlésben napirend előtti felszólalást, már pedig a napirend előtti felszólalás mindig a összes napi felszólalások közül a legnagyobb publicitást kapó, legizgalmasabb, a politikai vitában talán a legfontosabb felszólalás az országgyűlésben. Nekünk, mi ha frakciónk lenne, akkor minden héten mondhatnánk interpellációt és kérdést valamelyik miniszterhez, vagy államtitkárhoz, vagy akár a legfőbb ügyészhez. Ebben az esetben, hogy nincsen frakcióm, csak egy ülésszak alatt kettő alkalommal mondhatunk, magyarán szóval 2-3 havonta mondhatunk egy ilyet. Azonnali kérdés, ami a kormány ellenőrzésének eszköze. Akkor az nem ennyi, akkor az 20-30 alkalom, hogyha... Nem, összesen, az összes független képviselőnek van ennyi, akkor lehet, hogy pontatlanul fogalmaztam. Akkor pontatlanul fogalmaztam, azt mondja, hogy két alkalommal szólalhat fel az összes az független összes képviselő független három képviselő, hónap alatt. Nem három hónap alatt, 6 hónap alatt, tehát egy teljes parlamenti szemeszter alatt. Tehát egészen elképesztően kevés jogosítványunk van, és van még az azonnali kérdés, ami a kormány ellenőrzésének talán a legizgalmasabb műfaja az országgyűlésben, hiszen ez az a műfaj, amire nem tud előre felkészülni a kormány képviselője, ezért egy jó vita, polémia szokott kialakulni, az pedig tilos mondani a független képviselőnek. Itt a stúdióban találkoztak, ahogy Gulyás Gergely ment kifelé, nem pedig jött befelé, és itt az ember szokta látni, hogy különböző pártállású képviselők hogy köszöntik egymást, ennek nincsenek jóban. Semmilyen viszonyom nincsen vele, őszintén megmondom önnek, azt hiszem, hogy soha életemben nem beszéltünk egymással. Az úgy normális egy parlamenten belül? Hát azért sokan vannak, a Fidesz szerint túl sokan, és sokak szerint túl sokan, de ennyire nem? Nézze, ma Magyarországgyűlésben azt hiszem, hogy semmi nem normális. Nem normális az, hogy elkülönülnek egymástól az országgyűlési képviselők politikai állásuk szerint még a büfében és a folyosókon is. Ez nem normális. Én azt hiszem, hogy... Tehát van jobboldali szendvics asztal és van baloldali? De olyat nagyon ritkán látni, hogy egy szendvics asztalnál egyszerre állnának jobboldali vagy baloldali képviselők, vagy hogy az országgyűlésnek két folyosója van a Duna felől és a Kossuth tér felől, hát az egyiken vannak a jobboldali, másikon a baloldali képviselők, és hát nem nagyon állnak szóba egymással. Van az udvariasságnak egy minimuma, ön is látta, hogy az előbb, ahogy találkoztunk képviselő úrral a stúdióban, üdvözöltük egymást és kezet fogtunk egymással, azt hiszem ez normális, de tényleg ezen túl nem nagyon látunk ilyet. Én tagja vagyok az Európai Unió Régiók Bizottságának, ezért meglehetősen sokat járok Brüsszelbe, ahol látom, hogy hogyan működik a normális politikai kultúra, hát ott nem így van. Ott különböző pártállású vagy egymással, akár a parlament, az Európai Parlament ülésen keményen vitatkozó képviselők utána nyugodtan beszélgetnek a folyosón, elmennek egy kis kocsmába és megisznak közösen egy korsósört. Hát sajnos a magyar politikai kultúra... Az a nagyon fura ebben, amit mond, hogy korábban azt lehetett hallani, hogy ugye sokszor elintézték az emberek annyival a politikát, hogy persze acsarkodnak bent a parlamentben, aztán egymást karonfogva kedélyesen diskurálva jönnek ki a házból, és mennek el az első étteremig a parlament környékén. És ezt ugye lehetett látni korábban. Korábban pont ez volt az egyik ellenérv, hogy na hát ez egy cirkusz, egy színház, ami ott zajlik, és nincs is köztük semmiféle vita, mindenben megegyeznek. Most azt mondja, hogy de most már ott tartunk, hogy nem is állnak szóba egymással. Tehát akkor ez most a ló másik oldala vált. Adná az úr, hogy ez inkább úgy tűnjön, ahogy ez csak egy cirkusz, és egyébként normális viszonyok vannak. Az sem jó, de ennél sokkal rosszabb. Sajnos nincsenek normális viszonyok. Sajnos az van, hogy az a fajta kőkemény ellenségeskedés,
amit akár az ATV nézői is láthatnak, amikor parlamenti közvetítéssel találkoznak, ez ugyanúgy igaz a hétköznapi életben és a folyosón ez is. Nagyon szomorú. Igazi rákfenéje ez Magyarországnak. Ha valami tönkretette a demokráciát nálunk, akkor ez a fajta viszony. Na de miért félnek önöktől? Bizonyosan. Tehát miért félne a Fidesz attól, hogy a Demokratikus Koalíció pártjának frakciója lesz? Milyen veszélyt jelentenek a demokráciára, hogy a Fidesz kétharmadára? Őszintén szóval abban reménykedünk, hogy rájuk nézve veszélyt jelentünk, hiszen arra számítunk, hogy 2014-ben vagy amikor a következő választások lesznek, akkor azok közé a most még ellenzéki erők közé tartozunk, akik le fogják váltani Orbán Viktor kormányát. De ez nem azon múlik, hogy lesz-e koalíciójuk. De egy normális parlamenti menetrendben azt hiszem ezzel nincsen probléma. Én inkább azt látom, hogy az a fajta paranoia, ami egyébként jellemzi a kormány politikáját, vagy személyesen Orbán Viktor politikáját is, az egyre inkább elhatalmasodik rajtuk. Az ellenzéket el kell hallgattatni, számára lehetőséget biztosítani nem lehet. Az új országgyűlési törvény, amit most beterjesztenek, ami nem csak arról szól, hogy egyébként jogellenesen, ha gondolja, beszéljünk erről, hogy miért jog, vagy alkotmányellenes a frakcióalapítás megakadályozása, de még egy csomó dolog van benne. Számomra ezentúl az egyik legmeglepőbb az a rendészeti jogosítvány csomag, ami ezentúl Kövér Lászlót megilleti. Egészen elképesztő, ami majd szerinte, az ő megítélése szerint nem kulturáltan és rendetlenül viselkedünk az országgyűlésben, akkor minket majd sok százezer forintra ő megbírságolva. Gulyás Gergely az imént mondta, hogy ez egy félreértés. Na, hát erre mondta Gulyás Gergely az imént, hogy ez a sajtó félreértése, mert hogy a szövegben nem ez van, akkor nem olvasták el, hanem a sajtóból tájékozódnak önök is, mert hogy a szöveg szerinte, és ő a beterjesztő, tehát csak tudja, ez úgy hangzik, hogy minthogy eddig is, hogyha valaki törvénytelenséget követel a házban, akkor lehet kivezettetni, és hogyha valaki konkrétan eltér a tárgytól, tehát másról szól, mint hogy eddig is joga volt a házelnöknek, ezután is joga lesz megvonni tőle a szót, hogy ezen ők igazából nem is módosítottak. Hát ez egy egészen elképesztő dolog, hogy talán a nézők emlékeznek még rá, hát ez nem volt régen, 5 perce mondta el. Képviselő úr a saját maga által beterjesztett törvénynek ennyire nem ismeri a szövegét. Én végigolvastam, nem egyszer, lehet, kétszer, nem. És az első betűtől az utolsóig, nem ez van benne. Képviselő úr, egyébként valószínűleg az lehet, mint minden más ilyen képviselő által beterjesztett törvényjavaslatnál, hogy valahol a kormányban megírják, majd odaadják egy képviselőnek, hogy írja alá a nevét. Szerintem ebben az esetben is így történhetett. De azért Gulyás képviselő úr vehette volna a fáradtságot, hogy végigolvassa. Nem erről van szó. Eddig csak a szót lehetett megvonni. De bírságolni? Maximum a havi tiszteletdíj 100%-áig bírságolni? Kivezettetni? Országgyűlési képviselővel szemben fizikai erőszakot alkalmazni? Ilyenek vannak a törvényben, vagy a törvényjavaslatban. Azt hát hiszem, a házőrség és a fizikai erőszak azért még egyértelműen nem azonos, hogy a házőrséggel vezettethetik ki a igen, képviselőt. De ugye kifejezetten kimondja a törvényjavaslat, hogyha a képviselő nem megy ki magától, akkor fizikai erőszakkal kell kivezettetni a teremből. Nem ezt a szót használja, de hát nyilván, ugye, ha valaki nem akar kimenni és kiviszik, az egy módon lehetséges fizikai erőszakkal. Van egy-két nagy tervetű képviselő, megnézni, hogy két oldalon megemelik és kiemelik a széksorok közül, de minden remélem nem kell ezt sosem látnunk. Azt mondta Gyurcsány Ferenc március 15-én, hogy egyfajta összefogást kér a magyar nemzettől, ha a Fidesz által elkövetett saját zsebre történő pénzkeresés, állami pénzkeresés megakadályozására. Oszkó Péter azt írta, hogy 34 milliárd forintot lát, amit az elmúlt két éves időszakban állami megbízások formájában a Fideszhez, Orbán kormányhoz közeli körök saját maguknak juttattak. Ez a két állítás az összefügg, Gyurcsány felszólítása és Oszkó blogbejegyzése? Hát nagyon remélem, hogy van összefüggés a kettő között, hogy a volt pénzügyminiszter az elsők között csatlakozott a mi felhívásunkhoz. Ezt ő korábban írtam, ezt ő valamikor március 9-én jelentette meg, azért kérdezem, hogy olvasta-e Gyurcsány Ferenc ezt a 34 milliárdot, mert jó sok pénz. Nem tudom megmondani, hogy mit olvasott Gyurcsány Ferenc, de az biztos, hogy az látszik, és egyébként Oszkó Péternek ez a szövege is még oly sok ezzel foglalkozó politikusnak, politológusnak vagy elemzőnek a szövege, az nagyon jól mutatja, hogy egy minőségi változás történt a politikai korrupció területén az elmúlt néhány évben. Míg a 2010-et megelőző időszakban volt a politikában korrupció, de azok mind olyan esetek voltak, hogy voltak megtévedt korrupt, ezért megbüntetendő politikusok. De maga a rendszer az önmagában mindig arra törekedett,
hogy ezt megpróbálja kivetni magából. Gondoljunk csak vissza 2006 és 10 között, csak a mi kormányzásunk idején, vagy akár 2002 és 10 között hány olyan törvényt hoztunk az üvegzseb törvénytől kezdve, ami megpróbálta megakadályozni az ilyen. De ugye azt tudják, képviselő, most nagyon sokan vágták a föltözött távirányítót, remélem túléli a távirányító, mert hogy önöket pont azzal vádolják, hogy az a 2002 és 10 közötti időszak volt a magyar politika korrumpálódásának fénykora. Én azt gondolom, hogy ezt a Fidesz állítja rólunk, és a saját média gépezetével nagyon szépen el is tudta hitetni, de igaz. De egyébként ez nem igaz, ez az állítás? A rendszer nem volt korrupt. Voltak megtévedt politikusok, akiket egyébként azóta vagy elítélt a bíróság, vagy most is bíróság előtt állnak, de ne felejtsük el, jogerősen még csak fideszes politikust ítéltek el Magyarországon, országgyűlési képviselőt, akinek le kellett mondani a parlamenti mandátumáról súlyos bűncselekmény elkövetése. A polgármester járt már másképp. De fideszes országgyűlési képviselő volt az egyetlen ilyen, bár én polgármesterre sem emlékszem, hogy lett volna, akinek jogerős ítélete van. A Fidesz gyönyörű szépen felépítette ezt, bár a Fidesz volt tele ilyen típusú ügyekkel, mégis rá tudta húzni ezt a politikai ellenfelekre. De még ők sem tudták bizonyítani. Egyébként azért, mert nem volt így, hogy a politika egésze az ne törekedett volna ezzel és most szemben. A Fidesz állításaira válasz a Tiszta Kezek Bizottsága, amit az történt, hogy 2010 óta azt látjuk, és azok a jelzések jönnek mindenhonnan, hogy ez már nem egy egyszeri megtévejedés, mint korábban. Egy korrupt politikus, aki felhasználja a saját befolyását, lehetőségét azért, hogy gyarapodhasson törvénytelenül, hanem a rendszernek vált ez sajátjává. Hogy maga a rendszer vált romlottá, maga a rendszer olyan, az egész fideszes Orbán vezette rendszer, ami nem lehetővé teszi ezt, hanem kifejezetten működteti ezt a világot. Mi elindítottunk a Demokratikus Koalíció honlapján egy pazarlás számlálót. Lehet, hogy kicsit eufémisztikus a név, mert ennek a jelentős része nem pazarlás, hanem kifejezetten a mutyi vagy a Panama kategóriájába eső politikai korrupció. Jóval előbbre tartunk a 30 milliárdnál. Mindig de ezt hogy számolják? Nagyon egyszerű. Mert meg tudják számolni, akkor látják is, hogy hol viszik, akkor miért nem mutatják meg? Mivel mi nem vagyunk nyomozóhatóság. Azt látjuk egyébként, hogy a nyomozóhatóság, a Polt Péter vezette nyomozóhatóságnak az egyik legfontosabb dolga az, hogy pont megakadályozza ezeknek a korrupciós ügyeknek a felderítését. Ezért mi egyetlen egy dolgot tudunk csinálni, hogyha valaki ilyen bejelentést tesz, vagy ez megjelenik a sajtóba, akkor mi ezt összegyűjtjük. Amit a pazarlás számlálóra feltettünk, azok kivétel nélkül olyan ügyek, amik már megjelentek a sajtóban, csak valahogy elvesztek, valahogy nem foglalkoztak vele. Egy tisztességes oknyomozó újságíró felgöngyölítette, megírta, aztán meghalt az ügy. Mi megpróbáltuk ezeket összegyűjteni, egy sokorba gyűjteni és feltenni a honlapunkra. És akkor ezt a Tiszta Kezek Bizottságát szeretnénk létrehozni, akkor arra kérünk mindenkit, hogy tegyen ilyen bejelentést, akár csak név nélkül. Mondja el, hogy látja azt, hogy a saját településén, annál a vállalatnál, akár állami vállalatnál, ahol dolgozik. Hiszen tudjuk, pletykaként beszélnek erről, egy csomóan mondják nekünk akár az utcán, a bevásárló központokban, amikor találkozunk velük, hogy miért nem figyelnek arra oda, hogy, és hosszan mondja a történetét, amit hallott. Nekünk az a dolgunk, hogy bemutassuk, hogy nem csak a demokráciát tiporta el Orbán Magyarországon, hanem egyfajta árnyék gazdasági hatalom is felépült. Hát akkor a Tiszta Kezekben meglátjuk, mire jutnak. Én közben behívtam az önök oldalát, én nem találom ezt a számlálót, találtam egy másik számlálót, lehet, ezt meg is tudjuk mutatni, már mutatjuk is a kedves nézőknek, a kedvenc nézőknek. Frakció alakításig hátralévő idő 5 hét 16 óra 28 perc és 27 másodperc, ezek szerint ez egy igen optimista változat, nem? Látja, mi többféle számlálót is működtetünk a honlapunkon ezek szerint. Ez a végtelenségig megy majd? Hát ez normális esetben április 24-éig megy, hiszen április 24-én jog szerint, a magyar alkotmány szerint megalakul a Demokratikus Koalíciónak az országgyűlési képviselőcsoportja. Egy-két héttel ezelőtt indítottuk el egyébként ezt a számlálót, még jóval azelőtt, hogy a fideszes képviselők benyújtották volna az alkotmányellenes javaslatukat. Mi tartjuk magunkat ahhoz, hogy talán egy icipici része, szikrája a jogállamnak és a jogállami gondolkodásnak még mindig él Magyarországon a fideszes politikusoknak a fejében, ezért nem próbálják meg alkotmányellenesen megakadályozni azt, ami minden országgyűlési képviselőnek alapvető joga. Ennek most a beszélgetésnek legalábbis itt a vége, az ügy meg úgy is folytatódik, úgyhogy mi is folytatjuk majd. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.